a budapesti előválasztás, aminek az a tétje, hogy ki lesz Tarlós István ellenzéki kihívója. Most megkérdezzük azokat, akik már leszavaztak, hogy miért tartották fontosnak, hogy szavazzanak, és hogy elhiszik-e, hogy az ellenzéki pártok tényleg visszaléphetik a jelöltjeiket a győztesnek, és nem verik át őket. Miért tartotta fontosnak, hogy részt vegyen az előválasztáson? Azért tartom fontosnak, hogy részt vegyünk az előválasztáson, ugyanis ez egy olyan kategória a választáson belül, aminek Magyarországon még nincsen gyakorlata. Egy alapvető vélemény kifejezésnek tartom, és úgy gondolom, hogy azért még ezekről a jelöltekről is lehet valamilyen szinten véleményt nyilvánítani. Szeretném a jogaimat érvényesíteni abból a szempontból, hogy én is itt élek, itt adózom, itt vannak a gyerekeim, és a jövőt szeretném ezzel egyengetni. Úgymond egy pici irányvonalat adni arra fele, hogy azért vannak más elképzelések is. Szeretném, hogy zöldebb legyen Budapest. Igen, azt lássam, hogy változik valami, nem pedig ami eddig történt. A budapestiek legalább most választhatnak végre. Nem rá erőszakolva van várhatóan egy főpolgármester. Ez nem az a Budapest, ami volt 20-30 évvel ezelőtt. Borzalmas. Muszáj változtatni. És végre most azt látom, hogy megvalósulni látszik az, aminek már évek óta meg kellett volna valósulni, hogy az ellenzék oldalon lesz egy összefogás. Akkor van esély leváltani a jelenlegi vezetést, hogyha egy jelölt mögé áll össze mindenki, mint Hódmezővásárhelyen is. Úgyhogy ezért tartottam fontosnak, és nem tetszik az az irány, amerre most Budapest fejlődik. Igazából most már 10 éve itt élek, és egy kicsit zöldebb városnak jobban örülnék. Itt legalább kéne fejezni az ember az akaratát, slussz, ennyi. Ez szerintem minden állampolgárnak, vagy legalábbis budapesti állampolgárnak ez kötelessége lenne, hogy ebben részt vegyem. Bízik abban, hogy az ellenzéki pártok tényleg visszaléptetik a jelöltjeiket, és betartják ennek az előválasztásnak az eredményét? Hát nagyon bízom benne, meg különben elsikálták magukat mindenkorra. Fogalmazunk úgy, hogy bízom benne. Ugyanis a hit az egy nagyon szép dolog, de nem mindig jön be. Fontos, hogy az ember bízzon. Ha nem bízik, akkor minek szavazzon. Nincs értelme. Tehát nem tudom, hogy hazudnak, akkor most nem tudok mit csinálni. Bízok benne, hogy nem. Egyszer megadjuk a bizalmat, aztán legközelebb erre nem lesz lehetőség. Nyilván ők még nem játszották el a bizalmat, most megnézzük, hogyha igen, akkor nekik se legközelebb. Én azt gondolom, hogy ha nem fogják visszaléptetni, akkor onnantól kezdve nagyon sokáig bebetonozódik a Fidesznek az uralma. Tehát itt most ez részkérdés, hogy valóban a szerződéshez tartsa magát mind a három párt. Remélem, hogy precedens tudunk teremteni azzal, hogy ennek lesz valami eredménye, hogyha megegyeztünk, akkor az az eredmény, hogyha nem tartják be a megegyezés szabályait, akkor erre tudunk mutatni, hogy itt van, nyoma van. Ennek ki kell fornia valószínűleg, de ehhez mi hozzásegítünk, úgy gondolom. Hát valamikor csak megérik már ez a gyümölcs is, ha a többi már megérett egyszer, mert az is megérett. Hát ezt nem lehet tudni, a mai politikai helyzetben ezt nem lehet tudni, de hát az ember, ha nem a játékszabályok szerint viselkedik, akkor semmit nem érdemes csinálni. Tehát most ez a játékszabály, akkor le kell adni. Én azt gondolom, hogy még aki Tarlós Istvánt támogatja, annak is akár, hogy mi joga lenne ezen részt venni, és beleszólhat, hogy ki legyen Tarlós István kihívója. És most itt a jelenlegi három jelölt közül, tehát hogyha mondjuk nem az nyer, akire most szavaztál, akkor tök szívesen átszavazol bármelyik másikra, vagy akkor azért már kicsit elgondolkozol? Valószínűleg nem az itt indulókra fogok szavazni, de úgyhogy ezért nehéz azt mondanom, hogy átszavaznék. Természetesen igen, átszavazok bárhova, csak a jelenlegi változzon. Hát átszavazok, mert az a fontos, hogy az ellenzék győzzön, és elég legyen Tarlósból. Amik fontosak, azokban egyet értenek. Tehát igazából szerintem nagyjából tök mindegy, hogy ki fog nyerni, nem lesz egy rossz jelölt. Ezt még nem tudom. Úgy eredetileg én Puzsér Róberttel szimpatizáltam, még mindig vele szimpatizálok, meg az ő programjával igazából. És hát én el is mondom, én a Momentumos kollégát támogatom, úgyhogy hogyha ő fog nyerni, akkor biztos, hogy rá fogok szavazni, ha nem, akkor azon még gondolkodnom kell. Van egy elképzelésem, hogy ki nem. Úgyhogy azok közül... Ki Tarlós István? Hát ő nem szem a személyével van a problémám nekem, nem azzal van, itt mindenki értelmes, mindenki mindenféle szinten képzett.
csak valami más szeretnék már, valami újat. Tehát akkor frissítsünk, mindig az élet ebből áll. Lejárnak ezek a lemezek, és nem azért, mert nem jó, mert nem mondhatnám, hogy nem jó, tehát nem találok olyan borzasztó nagy hibákat benne, inkább azt mondom, hogy adjuk át másnak egy kicsit, hogy hát, ha más oldalról más történik. Én őszintén szóval olyan nagyon nagy esélyt nem jósolok sajnos az ellenzéki jelöltnek, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a legesélyesebbre adtam le a szavazatomat, akit én annak gondolok, úgyhogy majd meglátjuk, hogy fog ez sikerülni a választáson.